apokrif együttes tagjai, Solymosi László, Puskás István és Szilágyi Attila. Nem először találkoztunk már a zenekarra, legalábbis én személy szerint nem először találkoztam már veletek, hiszen más stúdiókban, más adásokban már voltatok vendégeim. Itt a TER TV adásában először vagytok. Solymosi Laci az együttes vezetője. Hosszú zenés pályafutás után alakult 3 évvel ezelőtt ez a banda. Miért pont az apokrif nevet adtad a csapatnak? Gyakorlatilag az előtörténete az a meg nem írt szövegeimhez nyúlik vissza. Valamikor az előző zenekaromban voltak olyan dalok, olyan versek, amelyeket én megfogalmaztam magamnak, de valahogy nem fért bele abba a képbe, amit akkor megalkottunk azba a zenei világban. És akkor úgy gondoltam, hogy kellene egy olyan formáció, amiben ezt a hangulatot, ezt a harmóniát és ezeket a kicsit elvont filozófikus, de azért úgy érzem, hogy tartalmas gondolatokat úgy zenével ötvözve meg tudjuk fogalmazni. Hát ez lett az apokrif, és a név is ezt akarja, ezek a rejtett titkos dolgok, amik úgy fölhalmozódtak bennem az évek során, ezek kerültek most így a palettára. Akkor mielőtt tovább beszélgetnénk, a rejtett titkos, alulról föltörő gondolatokat zenében fejezzétek itt ki nekünk, úgyhogy folytassuk az adásunkat, illetve kezdjük el a zenélést. Álmodban ébred majd, nyugtalan végre is. Vörös méreg a rettegésben mégis jó. Zenei világba pillanthattunk be, kedves nézőink. Én akkor is megvoltam lepve, amikor először hallottatok benneteket, vagy hallottalak benneteket. Hogyan jönnek létre a számaitok? Azt tudom, hogy Pusi az egyik fő zeneszerzőnk. A zenénk New Wave alapokra
épül. Azért választottuk ezt a zenei megfogalmazásmódot, mert úgy vettük észre, hogy mi úgy láttuk, hogy a 80-as években szóltak még a nagy közönséghez igényes eszközökkel, mind zenei, mind szövegi szempontból az előadók. Ezeket a témákat a mai hangzásvilággal keverve, világzenei, némi klasszikus zenei hatással vegyítve adjuk elő. Ez a dal remek módon vetítette ki a közönségnek a világzenei hatást, ugye ebben ez eléggé kidomborodott. Az elmúlt időszakban megszoktuk, hogy nem egy zeneszerzőhöz kötödnek a dalok, hanem leülnek és akkor összerakják. Ez nálatok nem működik? Szóval te kimondottan a te számaidat hozod, és akkor mellé hangszerelődik? Vagy? Nálunk úgy van, hogy mindenkinek megvan a maga része ebben a játékban. Amit én megírok, meg meghangszerek otthon a kis hangszereimen, az gyakorlatilag a László megszövegeli, és az Attila, aki a technikáival, a berendezésével egy formát ad neki. Ez egy olyan egységet képez, aminek mi külön-külön vagyunk a részei. Hát abszolút két lábbal álltok azért a földön. Hát én a magam részéről, viszont a László hozza a misztikumot a muzsikánkban, a szövegeidben. Hát a szövegeiddel. Nekem van egy kicsi irodalmi vénem, már a végzettségem alapján is, de az most lényegtelen. Azért mondjuk el. Hát tanár vagyok papírforma szerint, bár már nem tanít. Tehát a lényeg az, hogy nekem fontos a filozófia is, ami benne van, tehát én nem vagyok ennyire úgymond zenész, hanem ilyen kicsit ilyen elborult emberke vagyok, tehát én is megfogalmazok egy szál gitáron alapötleteket, de természetesen adom nekik, mert ők a zenészek, én csak így kitalálok egy panelt, és tudom, hogy ők tudják úgy meghangszerelni, hogy ez tisztességesen meg is szólaljon, és abban ne legyen hiba zeneileg. A szövegekben viszont nem nagyon szeretem, hogyha más beleszól, mert az meg belőlem jön, tehát akkor azokat szeretem megfogalmazni, ami éppen foglalkoztat, és azt valahogy megfelelő lírazálással fölépíteni, tehát valamelyik adásban mondtam annak ideje, hogy nem szeretem azokat a dalokat, ez egy saját szlogán, amit kitaláltam, hogy nyár van, lógatom a lábam, gyere bébi, vakart meg a hátam, tehát ezek a zenei szövegbéli eszközök tőlem távol állnak. Tehát pedig micsoda irodalmi mondani valója volt? Igen. Hát többségében ezt látom ma, tehát nem nagyon igényesek ilyen szempontból, nem ez a fontos, legalábbis a mai zenei trendben úgy látom. Annak idején írtál-e verseket? Hát írtam, jelentem meg antológiában is, tehát vannak. Nem véletlen akkor, hogyha most a szövegeid azok kicsit mélyebb mondani valót akarnak. Igen, azok még veszélyesebbek, hogyha úgy veszek. Tehát azokat azért nem merném elénekelni, mert tehát abban már túl sok a formai bontás, azért a zenében van egy formai kötöttség. Ugyanúgy, mint ugye a hangoknál megvan az, hogy miből építkezhet az ember. A ritmikához alkalmazkodni kell a szövegben is, tehát azért ez egy kicsit korlátozza az ember, tehát bármilyen formában bármit nem énekelhetek, mert akkor lehet, hogy őskáosz lesz belőle, tehát azért itt vannak kötöttségek. A sima versben nincsen, tehát hogy gyakorlatilag ami éppen belőlem jön, azt a legjobb tudásom szerint megírom, és akkor vagy elfogadják, vagy nem, szóval az egy más dolog. Mennyire kell fésülni az általuk hozott anyagot? Mégis a fésülés az inkább csak a hangszerelésre vonatkozik, hogy minél jobban szólaljon meg. Ez kell ugye egy bizonyos technika, amit utána a hangszerelést kiválasztjuk a minél jobb hangszíneket, amit a Pusi otthon kitalál egy hangszín, de azt ugye szeretem elfelejteni, és kezdjük előről, mert más az ő hangszere és más az, amivel koncertezünk, illetve hát színpadra föllépünk egy komolyabb technikával. Milyen zenei parkra van szükség ahhoz, hogy egy zenekar, egy ilyen igényes zenét játszó zenekar föl tudjon lépni, mondjuk úgymond élőben, vagy félélőben, hiszen hát azért a szintetizátornak azokat a bizonyos effektjeit csak kell használni. Hát ha az ember igényes akar lenni, akkor a lehető legdrágább dolgokra van szüksége. Miről sajnos beszélsz? Tehát itt mindenképpen, mivel a dobot meg a basszusgitárt helyettesítjük, illetve hát egy csomó szól, ami jön még mellékesen a szintetizátorból, ezt minél tökéletesebben szeretném megoldani. Hát ezt az évek során fetszölünk is bele rendesen pénzt, hogy minél jobban szólaljon meg a zenekar. Ez, aki látta az első koncertjeinket, vagy hallotta az első demonkat, és utána az újabbakat, az biztos észreveszi, hogy máshogy szólnak már dobok, máshogy szól minden, mert azért odafigyelünk rá, hogy minél igényesebb és minél jobb technikai megszólása is legyen a dolognak. Hol láthatnak, hallhatnak legközelebb benneteket? Hát egészen közel itt Budapesten, 6-án a Vásárhelyi Kollégiumba fogunk fellépni, tehát mindenkit szeretettel várunk, tehát nem csak egyetemisták, bárki jöhet, akit érdekel a muzsikánk. Játszunk olyan számokat is más előadóktól, amit valószínűleg kedvelnek, sokan is ritkán hallhatnak.
És akkor elmondom, hogy van egy meghívott vendégünk is, az Innocence együttes, tehát velük együtt fogunk föllépni majd 6-án a Vásárhelyébe, utána Egerbe megyünk 18-án, aztán a többit nem ragozom egyelőre, tehát maradjunk ennyinél. Mit fogunk most tőletek hallani? Élőben vagy klippet? Hát egy klippet hoztunk, saját kreálmányom, ez a Mindöröki című számunkra elkészült klippecske. Mindörökké. Az Apokrif együttes fogják látni klippen is. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Yeah.